Egyik aktualitás a mai napnak volt Márki Tamás születésnapja, tegnap én a Gábor Dénes születésnapja, ezzel kapcsolatos, meg a jövővel is kapcsolatos a következő előadás. Gyulai József, Gábor Dénes a jövő feltalálója, Gyulai József az MTA rendes tagja, a Műszaki Tudományok Osztályának korábbi elnöke, és jelenleg pedig a Novofer Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Barátság. Elnökség, tisztelt ünneplő műszaki értelmiség, hölgyeim és uraim! Köszönöm a tisztességet, hogy megszólalhatok a műszaki értelmiség napján Gábor Dénes tegnapi születésnapja apropóján is. Hogy kordában tartsam magam, engedtessék meg, hogy inkább olvassam az előadásomat, hogy nehogy túlszaladjak ezen a kedvenc témán az időben. A 10 éves korában már valódi feltaláló útja a budapesti Szemere utcai elemi iskolától az 5. kerületi Magyar Királyi Állami Főreál Markó utcai gimnáziumba vezetett. Ez az iskola olyan diákokra lehetett már akkor is büszke, mint Bánki Donát, akiről most hallottunk, Rados Gusztáv, későbbi műegyetemi professzorok, majd a festő Szőnyi István és Hajós Alfréd építészmérnök és az író Karinti Frigyes. Itt volt gyakorló tanára később szintén neves műegyetemi vegyészprofesszor Zemplén Géza, akinek a műegyetemi tanszékén indult el Olá György. Közvetlen osztálytársai között volt lett rajta kívül is világhírű a Bayer Open későbbi feltalálója Bíró József Gábor. Gábor Dénes volt a gimnázium matematikai és természettudományi körének ifjúsági elnöke. Diákköri pályázatok nyertese. Az iskola sorsa 1960-ban Budapestre írt levelében nagyon érdekelte. Megmaradt-e még az a remek középiskola, amelynek aligha volt párja a világon? Egy volt, de az is Budapesten. 18 őszén lett a Magyar Királyi József Műegyetem gépészmérnöki karának hallgatója, ahol szintén óriások válláról indulhatott. A matematikus Kürsák, a K.A. Jónás Ödön, Rejtő Sándor, Pfeiffer Ignác, aki 22-től a Tungsram kutatólaboratóriumának volt a vezetője. Gábor Dénes utána tanulmányait Berlitz-Charlottenburgi Technische Hochschulén folytatta, és 24-ben elektromérnöki diplomát, majd doktori fokozatot szerzett. A fizika iránti érdeklődését azonban mutatja, hogy Einstein szemináriumának hallgatója volt. Nem felejtem el, soha, mind a mai napig fülemben van a hangja. Senki úgy nem élvezte a tudományt, mint Einstein, írja Gábor Dénes, valósággal olvadt a tudománya szájában. 27 és 32 között a Siemens és Halske kutatómérnöke volt, 32-33-ban hazajött Budapestre és a Tungsram kutatólaboratóriumába dolgozott a plazmalámpák fejlesztésén. Korábbi tudományos és ezen túlmutató emberi kapcsolata elmélyült Polányi Mihállyal, Selényi Pállal, Bródi Imrével. Az ISO-ban eredményes plazmalámpa kísérleteket végzett, de azért abból gyártmány nem nagyon lett. 34-ben ő is része lett az Exodus kényszerének. Angliát választotta új hazájának, ahol British Thomson vállalatnál kapott kutatómérnöki állást. Itt az elektromikroszkóp kifejlesztését vezette úttörőként. Kutatási eredményeit a két kiadás megért az Elektromikroszkóp című könyvében összegezte. 47-58 között a londoni Imperial College tanára lett, ahol elektronoptikát tanított. Itt ötvöződött az elméleti tudás, az ipari gyakorlat és a megvalósult találmányok sora. 47-ben alkotta meg a holográfia elméletét, amely a 60-as évek elején vált világszenzációvá, amikor a lézerek felfedezésével a látható hullámtartományban is létrehoztak a teljes képet, a hologramot, ugye holosz, görögül teljes, holográfia, teljes képadó, egyébként ő adta ezt a nevet is. Élete legnagyobb felfedezéséről 49. január 1-én újévi üdvözlet mellett így írt Selényi Pálnak. A diffrakciós diagramot hologramnak nevezem, mert holosz, vagyis minden tartalmaz.
Ezzel a képek rögzítésének egy új módját fedezte fel, amelyben nem csak a kép intenzitás eloszlását, hanem a fázis eloszlását is rögzíteni lehet. 49-től a londoni Imperial College Science of Technology-n tanít. 58-ban vonult nyugdíjba, de nem nyugalomba, új életet kezdett, 63-ban publikálta híres könyvét, az Inventing the Future-t, találjuk fel a jövőt. A könyv egyik fő kérdése, hogy az emberiség feléli-e a Föld természeti erőforrásait, illetve ezt miként lehet elkerülni. The most important and urgent problems of the technology of today are no longer the satisfactions of primary needs of archetypal wishes, but the reparation of the evils and damages by the technology of yesterday. Tehát azaz tulajdonképpen az elsődleges igények kielégítése már elmúlhatott, de a technológiák okozta hibákat kell kijavítani. A kötet szállóigévé vált mottója, a jövőt nem lehet megjósolni, de feltalálni igen. A könyv a globális problémák felelős és optimista megközelítésének példája lett. 68-ban ott van a Római Klub megalakításánál. Eszembe jut a római klubos építész a fullerén szénmódosulat névvel a kémikus szakma által öröklétre emelt Buckminster Fuller, aki 69-ben Spaceship Earth, Föld űrhajó címmel ragozta tovább az akkor aktualizálódó, mára már vitális, hogy úgy mondjam fajba vágó, azaz fajunkba vágó problémát, a Föld emberi lakhatósága megőrzésének kérdését. Ez Gábor Dénes így fogalmazta, eddig az embernek a természet ellen kellett lennie, most az önmaga természete ellen kell föllépnie. Elnézést, itt angolul volt, úgyhogy hirtelen lefordítottam, hogy ne mondjam azt angolul. Négy nyelven beszélt, írt, olvasott, magyarul, németül, olaszul, angolul, kiválóan zongorázott. Kötődése Magyarországhoz élete végéig erős maradt. 64-ben az MTA tiszteleti tagja lett. Felnőtt korában is írt könyveket, olvasott és jól beszélt magyarul. Egyik kedvenc mondása, a tudós csak leírja azt, ami a világban van, a mérnök olyat hoz létre, ami sohasem létezett. Ez rémel Kármán Tódor mondására. A tudós próbálja megérteni, ami van, a mérnök létrehozza azt, ami korábban nem volt. Hadd ne én döntsek az eredetet illetően. The Inventing the Future könyvét magyarul 2001-ben találjuk fel a jövő címmel adták ki, és tulajdonképpen kortörténeti dokumentum volt. A megjósolhatatlan, de feltalálható jövőről az. Első fejezet egy trilemma. A civilizáció három fő veszélyével foglalkozik, nevezetesen a nukleáris háború, a túlnépesedés és a tétlen kényelem korszakának veszélyével. A Nem egykorú világunk című fejezetben meglátja, a 60-as évek elején a kommunizmus megbukott, majd a következőket hangsúlyozza. Minden kihívás közül a technológia kihívása az, amelyre civilizációnk a legjobban reagál. Elemzi a túlnépesedés, a technológiába rejlő kihívások, az ember és gép kapcsolatát majd megállapítja, az iparosodás korszakának embere telhetetlen nyersanyag és energiafogyasztó, de meg kell értenie a munka humánumát, tehetjük hozzá az értelmes élet megtalálását. Ezzel kapcsolatosan személyes élményem is van. Pár évvel a Római Klub alapítása után, 70-ben, amikor a Bell Laborban adhattam elő a Caltech-en elért eredményeimet, és tehettem ott látogatást, megismertem Larry Millert. Ő akkor arra keresett megoldást, és máig szó szerint emlékszem, ahogy mondta, semmi akadálya annak, 1970-ről van szó, hogy az ezredfordulóra lényegében a teljes amerikai termelést robotokra bízzuk. De mit csinálnak akkor az emberek? Egész nap nem lehet golfozni, you can't just play golf the whole day, mondta. Sajnos a vonatkozó eredményeit, kudarcát nem ismerhettem meg, de azt láttam, hogy Larry feladta a témát, mert a neve később más belles publikációkon valósult meg, ami mára megvalósult, az ismételjem, ez bizony fajba vágó. Gábor Dénes a könyveibe felhívta a figyelmet a jólét ellenmondásaira, a kihívások buktatóira, a pénz, megváltozott családi szerepek,
Keresi a szakemberképzés új útjait, a tudás, a kutató problémáit elemezve fogalmazza meg sürgető feladatként az oktatás módszereinek fejlesztését. The Inventing the Future, bízom benne, írta 50 éve, hogy a problémák megoldhatók, noha el kell ismernem, hogy reményeim inkább optimizmuson, mint szilárd adatokon alapulnak. Én azonban mindig az optimizmust tartottam a felelős ember egyetlen munkahipotézisének. Amikor Gábor Dénes 72-ben Budapesten járt, egyik előadásába így beszélt új életéről. Most már hosszú évek óta, 15 éve kettős életet élet, fizikus vagyok és feltaláló. Az egyik életem, a másik pedig szociális író vagyok. Régen rájöttem arra, hogy nagyon nagy veszedelemben van a mi kultúránk. Idézi a sok hírességünk életét tanulmányozó Németh József professzor. 41 éve, 71-ben ért meg a holográfia fizikai Nobel-díjra a holográfia módszerének felfedezésért és továbbfejlesztésért egy már évek óta nyugdíjba vonult zseni ötletet. Mit értek a megérésen? A lézerek koherens fényének alkalmazása a fényholográfia feléledését is jelentette, mondhatjuk, a holográfia divatba jött. Gábor Dénes ezt nem csupán tudomásul vette, de érdemben járult hozzá a további fejlesztésekhez. Olvastam valahol, hogy a lézereket megelőzően megkíséreltek xenonlámpa intenzív fényével hologramok rögzítését, de annak minősége nagyon silány lett. Az eljárás potenciája csak koherens fényforrással aknázható ki. Ennek okán, felfedezése idején, amikor lézerfény még nem létezett, maga Gábor Dénes elsősorban elektromikroszkópi képek tökéletesítésére használta. 63-ig a lézerek terjedéséig tartott, amikor a Michigani Egyetem két elektromérnöke, Emmett Leet és Juris Opetnix, ezzel az új koherens fényt adó fényforrással valósította meg a fényhologram rögzítését és kiolvasását, azaz a kép megjelenítését. Számomra örömteli rejtély, amelynek konzekvenciáit nem is szívesen gondolom végig, hogy vagy 16 esztendei rejtőzködés után 1971-ben mégis a már nyugdíjas Gábor Dénes lett az, aki megkapta a holográfia kidolgozásáért a fizikai Nobel-díjat, és nem a két amerikai, aki lézerfénnyel készített hologramot. Azaz a Nobel-bizottság tudatában lett volt az ő prioritásának. Ezzel az általa adott elnevezés, a holográfia is fennmaradt. Valószínű, hogy az akkori munkahelyének, az Imperial College-nak a presztízse, annak folyamatosan a figyelem központjába való léte kellett ahhoz, amely nem engedte feledni az eredetet, azt, amit a Nobel-díj mottója így fogalmaz, for his invention and development of the holographic method. Gábor Dénes tehát nemhogy nem járt úgy, mint barátja, az indokolatlanul kevésbé ismert büszkeségünk, a Tungsram kiváló mérnöke, Selényi Pál, de eljutott a legnagyobb elismerésig is. Selényire ugyanis az valószínűleg a tudománytörténet örök rejtélye marad, hogy azért kezdett el Selénnel foglalkozni, mert Selényinek hívták. Az Amerikában is jól szabadalmaztatott electronography, ami szelenográfiának is nevezhető lenne, szóval annak feltalálójára még etikusan hivatkozó Carlson a második, de amerikai. Mégis az eljárást a Xerox cég névén ismerte meg a világ szerográfia, száraz rajzolás címen. Örömünkre, büszkeségünkre Gábor Dénes ötlete nem esett sem az irinyi, sem a selényi szindrómának áldozatul. Sok elismerést kapott a világ több híres egyetemének díszdoktora lett. De mint más külföldre szakadt tudós társai, köztük Kármán Tódor, az akadémia elismerésére volt legbüszkébb, írja róla Németh József a Magyar Tudományban megjelent tanulmányában. Gábor Dénes és a többi nagynak a föld jövőjét féltő gondolataiból eredeztetetten úgy adom diákjaimnak tovább a mai tudomány küldetését, hogy annak egyetlen missziója és két súlypontja lehet. Ez valahol megfelel az ön és a fajfenntartás ösztönének is. Egyes. Megkeresni annak a módozatait, hogy élhet-e, illetve kiegyensúlyozottan 7-10 milliárd ember a Földön úgy, hogy a többi élőlény is nagyjából megmaradjon.
2. Emellett az egyén élettartam növelése is domináns érdeklődést vonz, a biotudományok súlyát, érdekességét növelve. Szeretném hinni, hogy a műszaki haladást inspiráló első gondolat nem csak a metodikával hat a másodikra, azaz a biotudományokra, hanem a szervetlen és a anyagi tudományok informatika gondolkodás módjával is tulajdonképpen befolyásolni fogja a paradigmaváltást. Hiszek benne, hogy a 21. század biológiája jobban fog hasonlítani a 20. század fizikájára, kémiájára, informatikájára, mint a 20. biológiájára. Ez nem dezavuálja a 20. biológiáját, óriási adatgyűjtés folyt, de a megértése az erre a századra marad. Hogy milyen lesz ez a jövő modell? Hogy képes lesz-e a társadalom ezt az életforma receptet idejében magáévá tenni, nehéz kérdés. Ugye Gábor Dénes is már szólt erről. Én az elviselhetővé tételt a humanióráktól és kiknek-kiknek a vallástól remélem. Végszóként hadd konkretizáljam mindezt hazánkra. Mondjam el azt a konklúziót, amit Gábor Dénes és a 10 000 000 a sorainkból hiányzó honfitársunk sorsa ébreszt. Nagy a felelősségünk, hogy elkerüljünk egy új exóduszt, amely ugyan most szerencsére nem ordas eszmék kényszerítenének ránk, de annál is veszélyesebb, mert csak gazdaságpolitikai motivációjú lenne. El kell érnünk a nemzeti prioritásoknak már tegnap esedékes megválasztásával, hogy a fiataljaink inas évei csak vándorévek legyenek. Ahogy az apácai cserék hazajöttek és megpróbálták Erdélyországot európanizálni. A mi generációnknak, az itt ülő barátaimnak mélyen szántó felelőssége, hogy úgy engedjük el fiainkat a világba, hogy maradjanak olyanok, mint a fecskéink, gólyáink, akik költeni hazajönnek a megismert, megtalált fészekbe. Ehhez kapcsolódik egy mellékfeladat, amely talán még nehezebb. El kell érnünk, hogy újra, mint a mi időnkben, a legjobb diákjaink közül is válasszák sokan, élethivatásul a természettudomány, a műszaki pálya művelését. Ehhez azonban első lépésben kiváló, öveges táncot járni tudó tanárok kellenek. Ha ez a politika sikeres lesz, méltó emléket állítunk nem csak a korábban exódusokba kényszerített kiválóságainknak, százezreinknek, de ez nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy az utódainknak a szemébe tudjunk nézni. Világméretű, mondhatnám Nature, a folyóiratra gondolva szintű közmegegyezés, hogy hazánk a világ egyik legsikeresebb szülőföldje. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy ne csak a hazaszeretetünk láttassa ezt a legjobb lakóföldnek is, hanem ténylegesen is azzá váljék. Köszönöm a szót!